A Road America a helyszín, maradunk tehát még mindig az észak-amerikai kontinensen, és gyakorlatilag az összes legendás nagy pályát bezárjuk itt a Nemzeti Szimligában. Elindult át a futamunk is, nagy ültünk, hogy jól kapja el a rajtot. Igaz, az nagy dénél a Tóthányi picit belagadt, és Singlet el tud jönni előtte, és még... Dani is Nagy Dani, de el tud menni Kis Normi, mert jobban tudsz elkapni a rajtot, jobban gyorsan az Audi. Kis Norvinak be kell érni a második helyen, és nézzük, hogy Tóth Dávid nagyon agresszív a negyedik helyen, nem látjuk a képet, de meglöki. És Tanis Rihárd kicsúszik, pedig jól kaptál a rajtad, de Tóth Dávid most talán túl agresszív volt, ez egy elég véleményes kontakt. El is tud menni egyébként Tóth Dávid mellett, de aztán Tóth Dávid a belső ídről kitolja egyszerűen meg, összeérnek a kerekek, és gatya a Tanis Rihárdnak innentől kezdve. Nincs más dolguk, csak utolérni Kis Norbit, aki kicsit elfékezte magát, és most össze is értek Sinka Danival. A szélárnyék, és minden egyes körben eddig azt látjuk, hogy Nagy Dani és Kis Norbert egymás mellett fordul el, és Tóth Dávid átugorja Sinkát, aki vissza tud vágni belül. Azt a mindenit, mi megy ott a harmadik helyen, Sinka ott tudja tartani az autót, és visszajön Tóth Dávidnak. És oda is érnek kicsit talán Kis Norbira. De aztán egy gyors kanyarban néz meg, tartani néz Tóth Dávid, és ez eddig a nap megmozdulása, mert Tóth Dávid kivitelezi ezt az előzést, úgy tűnik egy külső ívről indított manőverrel vág Sinka Dániel elé. Ott azért nagyon ott kellett tartani az autót, és minden egyes tudását bevetni Tóth Dávidnak, hát nem először látjuk őt. Kis Norbi pedig minden eszközével próbálja zavarni. Jaj, de kiszélesítette azt a kanyart, Torbi! Vissza tud viszont jönni a pályára, te jó ég! Felcserélve. Az első ára, melyen Kis Norbert odaér megint abba az első kanyarhoz, a külső híven Dani megint belül van, és megint szélárnyékra kell vadászni, de Kis Norbi nem tudott jól ott tapadni. És ismételten Nagy Dani bent, és Dávid, de agresszív, kicsit most itt Norbi elaludt, de jól védekezett utána a kigyorsításnál, és tulajdonképpen ezzel azt érte el, és kicsit ő leszakadt, Úristen, és kiforgatják Tóth Dávidot, Sinka Dani hátulról kiforgatja. Ezzel Tóth Dávid első futamának vége, és az is lehet, hogy nem lesz meg a top 10. Hova jön vissza Tóth Dávid? Az a Dánis Rihárd, aki egyébként Tóth Dávid a rajtot követően az első kanyarban ütött ki. Közben jövünk a befutóval, Doki. Hát igen, itt nincsenek akkora változások azóta baleset óta. Nagy Dani tehát ő zárta az első helyen ezt a futamot, majd Kis Norbi, utána pedig Sinka Dani, Leitner Norbi, Borsos Miklós, Szabó László, Kerekes Kristóf, Dánis Rihárd, Tóth Dávid és Szalmási Ádám, ez lesz a top 10-ünk. De látom, hogy most kapják meg a zöld zászlót. Szalmási vezetésével kezdetét veszi a versenyt, az egyik Audi R8 mögötte nagyon helyezkedik, Dánis Rihárd próbál megérkezni, és Tóth Dávid azt mondja, Dánis nem tud hova menni, nincs elég helye. Na és nézzük Tóth Dávid és Szalmási, hogy tudja megérteni egymást, mert az Audi bizony körbeautózni készül. Szalmási Ádám, de elképesztő izgalmak vannak már itt a második futam elején. Szalmási Tóth Dávid fej mellett. Egyik helyen van, három helyet jött előre. Dánis, ez Szalmási a bukótérben ugrat vissza, Dánis, és kiüti Nagy Danit, és ott még egy kontakt is volt, ajaj. Ott van Sinka Dani is. Húha, gyerekek. Nagyon nagy a baj. Mi van itt most nagyon nagy a baj. Urak. Higgadjunk le, mert ott Jagodics is keresztbe állt szembe. Jagodics még mindig ott van. Jagodics, és ott még egy repülés tanulsítás, ezek szerint igen, itt hamar lép a gázra, és ez a BMW bizony meg is bosszulja. Igen, meg ott még egy elég érdekes megmozdulás. Szokott élesen kritikákat megfogalmazni, de itt ez a megforgás is eléggé érdekes volt. Mindenesetre nézzünk előrébb, és Csikós Dominik átugorja Szabó Boldit, és talán ezt meg is tudja oldani, mert itt belül lesz. Na. Kerekes Kristóf húz kifele, na ezen meglepődtem, és nyitva adja a kaput Nagy Daninak. Talán azért Kerekes Kristóf nem akar most itt annyit harcolni. Sokszor láttunk már ilyet, amikor Nagy Dani rágta át magát a mezőnyön, és pont Kerekes Kristóf következett női tulajtól. Uff. Igen. Ez egyéni akció volt. Igen, hát talán a rázókő meg a fű volt, ami még ebbe közrejátszott, és ez... Jajajajajaj! Hú! Kettőjük közt a különbség, miközben Nagy Dani! Ott van Leitner Norbi mellett, és nézzük akkor, hogy el lehet-e vajon menni a Mercedes mellett. Mercedes Audi gyorsulási verseny, hát ilyet is láthatunk hülyen Amerikához. Na nézzük most, ugye Leitner van a belsőjében, ez ugye az ominózus kanyar, ami szült már majd nagy balesetet. Na és ez az, amit meg kell itt csinálni, Nagy Daninak alávágni, Leitner kicsit ad egy pofont, vállal, oda teszi magát és tartja
a pozíciót. Ez még belefér, ennyi még belefér. Nagy Dani itt is kívül kell, hogy megkezdje ezt a kanyart. Leitner Norbit. Kisebbről beszéljük, és Leitner Norbit megint nagyon leszélesíti a pályát. És ez a rendőrte be is megy a boxba, angolosan távozik, nem adja meg a lehetőséget Nagy Daninak az előzésre. 3-10. Nagyon meggyőző az, oppá, közben egy alonzós sisakkal van Tóth Dávid. Még a Honda érából, hát nem a legszebb alonzós éra az. Mindenesetre őt is lehet, hogy a Forma 1-be fogjuk látni. Norbi 1.25-re. Ó, Varga Péter! Varga Péter! Ő megold. Ha más nem, akkor így a képernyőn. Varga Péterről mindig látunk azért a futamokban. Igen, és sajnos ott is gyűlölött a motorház. Láthatjuk, hogy mi történt itt. Jövünk ezen a gyors szekcióba, és akkor nézzük Varga Pétert és az E4-es, mert valami itt nagyon fog történni. Itt a Canada Corner-nél. Így van, ugye ez egy... Íj, a féktáv! Ó! Ez... Család, hát, el tudni nem indulni egyébként. Hát, tudom, hogy egy... Jönnék én is, kéne az előzés, és ez a kigyorsítás. Itt azért nagyon meredek lenne előzni a harmadik kanyarban, viszont meg lehetne próbálni talán alávágni Tóth Dávidnak. Itt most jövünk az ötös kanyarhoz majd, ami a legnagyobb lehetőség. Itt Nagy Danival is folyamatosan próbálkozott előzni. Itt volt az ominózus eset a Tóth Dávidnak is, és Kis Norbi kiteszi a külső évre. Hány ilyet láthattunk már, de nézzük, most a Ferrari előrébb van talán egy picikét. A Ferrari előrébb van, és körbe tudta autózni! Helycsere, még mindig nincs vége, mert a kigyorsítás talán inkább Tóth Dávidé lesz. Nem, Kis Norbi megőrzi a pozíciót, de Tóth Dávidot nem lehet nézni, meg ő próbálkozik a belső évről, és most Norbi kicsit kiszorult. Óriási csata az utolsó körben, Kis Norbi még megőrzi a pozíciót, és megint Tóth Dávid, mind a ketten az ilyen lovasok. Hol van Nagy Dani? 14 másodperc, ha meg kell fordulni, Tóth Dávid fog ebből jobban kijönni. Hát Kis Norbi barátságot nem fog kötni Tóth Dávid, opa, ott van Kis, és Nagy Dani el fog menni. Nagy Dani el fog menni Kis Norbert mellett, lehet, hogy Leitner is, mert szerintem az a Ferrari kapott. Leinteni, hát lesz itt még dolga. Nem mondom azt, hogy végérvényesen ő ez az első hely. Mindenesetre őt inti le a kockázászló elsőként, és hát Nagy Dani örökli meg a második pozíciót Kis Norbertől, és Leitnerre és Borsos Miklósra váltunk, ők azok, akik a top 5-be zárnak.